Nem régiben ugye megnéztük, hogy milyenek voltak a fűrészfilmek, hiszen még október 5-én debült tehát a legújabb rész a franchise-ban, a fűrész tizedik része, ami az első és a második epizód között játszódik, és az eddigi legszemélyesebb játéknak lehetünk szemtanúi. A történet dióiban annyi, hogy a rákkal küzdő John Kramer végső elkeseredésében Mexikóba utazik, hogy alávesse magát egy kockázatos és kísérleti jellegű orvosi beavatkozásnak, amitől a csodával felérő gyógyulást remél. Rövidesen kiderül azonban, hogy a teljes műtét pusztán átverés, amivel a legsebezhetőbb embereket fosztják ki. Johnnak ez az élmény új célt ad, így a hírhet sorozatgyilkos visszatér munkájához, hogy megfizesen a szélhámosoknak a rá jellemző, szó szerint zsigerig módon eszement és találékony csapdák sokaságával ki lehet jelenteni, nagyon nagy bátorsággal, hogy a fűrészfilmek nem a legszebb napjaikat élték az elmúlt években, hiszen a harmadik rész után sokan azt gondolták, hogy le kellett volna zárni a franchise-t, de a sikert és a népszerűséget követően további négy filmmel bővült a világ, sőt 2017-ben és 21 ben is visszatértek a fűrészhez, amit bár ne tettek volna. Borzasztóan sikerült a legutóbbi két epizód, mind a rajongói és a kritikai fogadtatás is a negatívumoktól volt hangos. Idén 2020 23-ban pedig ismét azt gondolták, hogy nem volt elég, térjünk vissza újra, de egy újabb megosztó darabnak lehetünk szemtanúi, viszont merőben felülmúlja a Fűrész újra a játékban és a spirálfűrész hagyaték a című filmeket. A film érdekessége, hogy a fűrész 1 és a fűrész 2 között játszódik, tehát John Kramer még életben van, és nagy meglepetésre őt tették meg a film főszereplőjévé. Ez a húzás azonban rendkívül jónak bizonyult, viszont egyes rajongó körében azért megosztó is lehet, hiszen szinte mondhatni, hogy főösnek van beállítva Kramer, amely valóban így első hangzásra furcsa lehet, de ennek a döntésnek van pozitív oldala is, mert mélyebben megismerhetjük a kirakós gyilkost, jobban megérthetjük a hát elég bizarr motivációját, és remek pillanatokat is hoz magával egyébként ez a történeti elem, és kimondanod akkor érezhetjük ezt, mikor Kramer látja a fényt az alagút végén, és már nem is gondol az emberek megbüntetésére, hanem csak arra, hogy boldog lesz, és betegségmentes lesz a további élete, és ez egyébként egy nagyon szép pillanat volt, hogy már rajzolja a csapdákat, de inkább összegyűri a papírt, és kidobja a kukába. Ez egy nagyon szép pillanat volt. A történet nem mondható dinamikustak inkább vontatott, főleg az első fél órában, és a csapdák is hát eléggé lassan építkeznek, lassan bontják ki őket, viszont annál részletesebbek, és izgalmasabbak, hiszen hát azért játszik a a el a film, hogy ne dobjuk ki a tacsot. Elég sok az orvosi beavatkozásra illő feladat, amit személy szerint én nem annyira bírok, szóval eléggé kellemetlen volt pár pillanat, de összességében a csapdák nagyon faszák voltak, és a film is mondhatni egyébként az előző két részhez képest tök jó lett, és fontos kiemelni, hogy ez végre visszahozta az igazi fűrész hangulatot. Persze nem egészében és az első három a filmhez főleg az első ez nem fog felérni, mert azok tényleg, főleg az első az egy top-top-top film, még itt az univerzumon belül és, és önmagában is nagyon-nagyon megállja a helyét. A vontatottsága miatt kicsit lehet, hogy unalmas sokaknak, és hogy túlzottan be van állítva, és hát nem is túlzottan, hanem szó szerint be van állítva Kramer főhősnek, de egyébként nem egy rossz film a Fűrész 10. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok hogy nektek hogy tetszett a fűrész tizedik része. Ne felejtsetek el minden fini-fini dolgot megtenni. Legközebb találkozunk. Szevasztok!